know is minimal. I play more minimal than everybody. Listen to my tick, tick. Hát a mai estét azt úgy építettük föl, hogy Stevie González kezd egy kicsit deepesebb, techhouse-osabb, light-osabb vonallal, utána Maxim Kuznyecova tőle megszokott techhouse-os vonallal, illetve ő is játszott még deepet ugye az átvezetés kedvéért, ezután egy kicsit erősebb techhouse, illetve minimálnak ütemesebb régióit próbáljuk játszani, és akkor az este végére pedig már majdhogy nem a techno felé közelítünk. Igazából bulikat már egészen régóta szervezünk, viszont ez a Minimal Circus ez egy teljesen új kezdeményezés, lényegében a Deep House és a Tech House vonalat szeretnénk erősíteni ezzel Magyarországon, mert úgy érezzük, hogy itt van egy kisebb rés, és ezt szeretnénk vele betölteni. Három DJ az, aki úgymond a rezidens ebbe a dologba, és mindig lesz egy sztár fellépünk, de most valószínűleg egy külföldi DJ is csatlakozni fog hozzánk, és akkor négyen leszünk a rezidensek úgymond a Minimal Circusben. Azt szeretnénk, hogyha ez egy masszív és igényes rendezvénysorozat lenne, ami... Legalább havi egy bulival. Így van, havonta egyszer. Olyan neveket szeretnénk elhozni ezen a vonalon belül, akik nem jártak még Magyarországon, ugyanakkor nagyon igényes zenét játszanak, és szeretnénk megmutatni azt, hogy ez a zene tényleg megérdemli azt, hogy foglalkozzanak vele. Ilyen volt Ibizán, hogy hogyan érezted magad? Fantasztikus. Pont minden barátomnak meséltem, hogy életem legkeményebb, de egyben legeslegszebb nyara volt. Pont igen, pont a lelkesség az, ami leginkább különbözik, hogy nálunk most már 2,5 hete vagyok itthon, és pont azt néztem, hogy itt valahogy akárhol voltam, egyedül talán a Krisznek a szülőnapja volt az, ahol azt láttam az emberek, azért jöttek oda, hogy csak bulizzanak, és felszabadult ott mindenki. És ott viszont azt látom, hogy minden buliba kivétel nélkül az emberek azért jöttek oda, hogy bulizzanak, és tényleg hogy mindenki felszabadult teljesen. Tervezzük, hogy valószínűen decemberben szeretnénk még idén egy bulit rendezni. Ez még bizonytalan, de a januári következő bulink az már 100%-os. Valószínűen itt lesz a Mappa klubba, az is. És a külföldi DJ meglepetés. Így van, egyelőre meglepetés, de nagyobb nevekkel is készülünk. A legközelebb hónap leszek a Balaton a Helkába, aztán pedig most terve van, hogy nagyon sok rezidencia, szeretni megcsípni Pesten, itt Pesten valami olyasmi helyen, ahol tudom ezt a finomabb vonalat, ez a 120 BPM körüli, vagy még annál lassabb vonalat is játszani. Ezek inkább a belvárosi, hát most mondjam, elitebb helyeken szeretni megcélozni, az inkább ez az esti varmapos felhangoló vonal. Nagyon sok, nagyon szép bár, elit hely, étterem, oda szeretném bepozícionálni a saját Siberia Café vonalamat, és ezt a no diszkos jellegű house részt. És lájkoljátok az oldalunkat facebook.com/minimalc.